Tökéletes lesz. Elértetek a vízszinthez? 6 méternél tartunk, az mélyebben van. Talán. Nézd, te itt élsz. Szeretnéd, ha eltakarodnál. Ez egy gazdaság, Lyle. Tönkretenne minket. Tévedsz, tökéletesen biztonságos a talaj. Na hát, kösz, hogy úgy megnyugtattál. Szilárd talaj, ezért került a Drovers a lista élére. A lista élére? No, kérhetném, hogy ne szólj róla. Megírtad már a jelentést, és csak szórakozol? Őszintén szólva, én akartam jönni, hogy megkeresselek. Elhagytam a nejemet, és elválunk. Régen! Régen! Mi van? Mi újság? Régen! Jobb, ha nem tudjátok. Most meg mi ütött beléd? A Drovers áll a lista elején. Mi? Akkor azonnal menj vissza. Nem lehet. Vissza kell menned. Ő a volt pasim, oké? Bonyolult ügy. Ugratsz? Csak nem ő a karácsonyi szerelmed. Fél napig telefonált, a másik felében sírt. Eddig miért nem szóltál róla? Mert évekkel ezelőtt volt, oké? Nem oké. Ha az lenne, most odakint lennél vele. Jézusom, ugye te semmit sem értesz? De sajnál nem ilyen egyszerű, Grace. Még mindig nős, ugye? Már válófélben van. Hát ezért bukkant fel újra. Kormányhivatalnok oda megy, ahová küldik. És véletlenül ide keveredett? Ezzel is csak velünk akart kibabrálni. Ezentúl nélkülünk a közelébe sem mehetsz. Tessék! A Drovers sorsa a tét. És te megbízhatatlan vagy. Alex, merre vagy? Úton Fisher felé. Riley elmegy az illesztésekért. Nem, most itt van rá szükség. Egyre rosszabb a helyzet. Max 3 óráig tart, oké? Esküszöm. Jól van. Akkor iparkodj. Szeretlek. Én is szeretlek. Mintha Gunterhez lenne. Helyes morgómedő. Riley, azt mondtad 20 perc. Hát, Pajti. Max fél óra. Bedugult az injektor. Pakolj össze, indulunk. Kérem, hölgyeim, a kocsijukkal komoly gond akadt. Bevontatjuk magukat Fisherbe, ahol megjavítják. Nem vinnének be Gangerembe? Nem, időre kell mennem. Egy piaci képviselői vagyunk. Holnapra össze kell hoznunk egy találkozót. Mire? Fontos kormányprogram indult a városban. Titokban tartják, de... Remek. A mérgező szemét ügyben jöttek. Nem igazán. Hulladéktároló telepnek nevezik. Minden más megnevezés megtévesztő. Gyere, továbbállunk. Keres más lányokat, akiket lenyűgözhetsz. Aj, pajtás. Hozom a kötelet. Megtettem, amit lehet, de a végét járja. Azért elvisz Fisherbe. Nem ígérhetem. Nagy meló lenne vele tényleg. Biztos, de több, mint egy ezres lesz. Ah, arra most nem telik. Patrick, remek, veled akartam beszélni. Átalakítom a vállalkozást. Ki vagy rúgva? Mi? A jó hír, hogy más állást ajánlok a következők alapján. Új titulust kapsz vezetőhelyettesként. Rugalmasabb állás, nagyobb felelősség. Kisebb fizetés. Sokkal kisebb. Fiam, nem veszed figyelembe a bónuszt. Ha hajtasz, többet keresel. Kösz, jó a mostani melóm. Sajnos nem választhatsz. Vagy aláírod a szerződést, vagy mást kell keresnem. Magától függ. Hé, Phil, ezt nem teheti vele. Hidd el, nagyon is megtehetem. Vagy elfogadod, vagy... Rendben, akkor kilépek. Ahogy gondolod. De ha meg lesz a szeméttelep, több ember kell. Előbbre jutási lehetőséget kínáltam, fontold meg? Nincs mit megfontolni. Nem dolgozom magának. Taylor, érdekelne? De, hogy előbb állok be apácának. Várj csak, most nem léphetsz le, nem marad emberem. Gondolt volna rá korábban. Most mihez kezdesz? Bárcsak tudnám. Látom, népszerű vagy. Grace, mit tehetek érted? Nálunk vacsoráznál? Az én a szendvicssel tennél el lábaló. Könnyebb, ha eltaposlak a lovammal. Úgy nem kell mosogatni. Jössz vagy sem? Bonyolult lenne a vizsgálatok miatt.
Ígérem, hogy rendes kislány leszek. Akkor is. 7-kor? Legyen 7:30. Rendben van. Nyomok rajta egyet. Visszajöttél? Meggondoltad magad? Meg tudná javítani? Elég, ha hazajutok vele. Kizártnak tartom. Patrick megcsinálná. Csak hogy Patrick már nincs itt. Hadd csak nálam, hát ha újjá varázsolom. Időpocsékolás nem telik rá. Majd csak kitalálunk valamit. Elvállalhatnál nálam néhány műszakot. Szemétség volna. Nem veszem el Patrick állását. Hiszen ő lépett ki. Miért szenvednél te? Felejts el, Phil. Nem tudom, hogy bírod itt kocsi nélkül, de te döntesz. Azt hittem, majd csak kitalálunk valamit. De a barátság? Ha nem akarod, nem erőltetem. Néhány műszakot. És kész. Még csak 3:30 van. És csütörtök. Akkor korábban zárnak. Miért vagyok ennyire béna? Ne törődj vele. Kialusszuk magunkat korán, idejövünk, és délre iktatják is a kérvényt. Jöhet földrengés, ellopják a furgont. Ebből nem engedek. Fisherben maradunk. Én leszek az első, aki belép az ajtón. Bár tudnám, mit meséljek be Stevie-nek. Hát ez mi? Kérdezd Grace-t. Lyle barátod átjön vacsorára. Mi? Smúzolással győzködjük. Időpocsékolás, nem tesz szívességet egy báránycombért. Hiszen a jövőnk forog kockán, meg kell tennünk mindent. Nem csak Lyle-t kell megdolgoznunk, áthívtam Phil-t a kunyhóba. Mellénk állíthatná a polgármestert, és bojkottálhatja a kukásautókat. És ha nem ad a főzőcske, még ott van a francia szobalány szerelés. Igen, az lesz az étterv, de imádkozom, hogy ne kerüljön rá sor. Hihetetlen, hogy mire vagytok képesek. Nem muszáj itt lenned. Csak nem hagyom magára veletek. Már megígértem, hogy jó kislány leszek. És ha nem válik be, Stevie lefogja, amíg idehozom a nyíró ollót. Nagyon megvisel. Már nincs köztünk semmi. És mondd csak, nős volt, vagy nagyon nős?